Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Új műsorunk első adását látják. Most ez a Kávéházi Randevú. Mindjárt azt is elmondom, hogy miért éppen ezt a címet választottuk. A Kávéházi Randevú sorozat első vendége Sas Erzsébet, aki meghatározó személyisége ennek a kisvárosnak, Szekszárdnak. Évtizedek óta nagyon-nagyon sokan ismerik őt. Köszöntelek, Sasi! Köszöntöm én is szeretettel a nézőket, és hát benneteket is. Anyakönyvvezető voltál, több ezer párt adtál össze, rengeteg embert ismersz. Ennek nyomán történetek is születtek. Hogyan volt ez az egész? Hát az az igazság, hogy az ezredik házasságkötést azt megünnepeltük 78-ba. Na most attól kezdve már nem számolom, nem számoltam. A történetek pedig úgy keletkeztek, hogy valami miatt mindig az én szombatomon történt valami, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor arra gondoltam, hogy meg kellene ezeket a történeteket írni. Igen ám, de hát akkor jött az újságírás, ugye, és rengeteg újságnak írtam, a helyi lapokon túl országos lapoknak is, sőt, hát egy lapnak főszerkesztője is voltam, és akkor ez egy kicsit eltolódott, ez a majd megírom ezeket a sztorikat. Aztán, amikor az újságoknál is már kevesebbet írtam, akkor rájöttem, hogy megírom. A kollégáim mindig figyelmeztettek akkor, amikor történtek ezek a sztorik, hogy ezt írd majd meg. És jegyezd fel. Mondtam, hogy nem, az a sztori, amit elfelejtek, az nem volt igazán jó. Ami meg jó volt, az megmarad az emlékezetembe. Így aztán egy évvel ezelőtt elkezdtem emlékezni, és ezeket a sztorikat hát megírni. Részben már csepegtettem benne a Facebookon is egy-kettőt, úgyhogy nagy örömmel olvasták, és akkor jött még egy ilyen óriási nagy roham, hogy de írd meg ezt könyvbe. És akkor azt mondtam, hogy akkor ám legyen. Na most ez a könyv nem csak a sztorikról szól. Az a 30 év, amit eltöltöttem az anyakönyvi hivatalba, az meghatározta az egész életemet, és mások életét is, hiszen az anyakönyv az tulajdonképpen az életünk legfontosabb pillanatait, eseményeit rögzíti. Tehát a születéstől a halálig. Közte ugye a névváltozások, a házasság, mindig azt szoktam mondani, a születés és a haláleset, az rajtunk kívül álló dolog, tehát azt nem mi határozzuk meg. Hát az esküvőt azt igen, azt mi határozzuk meg, hogy aztán valaki egyszer, kétszer, ötször, nem tudom hányszor házasodik, az már az ő döntése. Szabad ne feledd, mindjárt mondok is egy érdekes történetet erről. Meséltem az anyukámnak, hogy készül ez a sorozat, és hogy te leszel az első vendége, és mondta, hogy ó, a Sas Erzsi kétszer is esketett engem. Na most a második az én édesapám, akivel azóta is töretlen házasságban él az anyukám. És tehát a Kávéházi Randevú az is egy meghatározó dolog volt a te életedben. Ugye anyakönyvvezetőként rengeteg ember ismert téged, te rengeteg embert ismertél meg, és a sztorikat leírtad, illetve ezek új sztorikat is generáltak a helyi újságban. Hogyan volt ez, és hogyan került hozzánk ez a cím? Mondd el, kérlek! Hát az az igazság, hogy még a Szekszárdi Vasárnap hőskorában az akkori főszerkesztő Takács Zsuzsanna behívott és mondta, hogy kapok a Szekszárdi Vasárnapban egy egész oldalt. Találjam ki az oldalt. Hát mondom, mégis valami, nem, találjam ki. És akkor arra gondoltam, mindenképpen interjút szerettem volna, mert tényleg annyi értékes ember lakik ebbe a városba, hogy jó lenne bemutatni őket, nem csak azt a 10-20-30-at, akit mindenki ismer, hanem és minden foglalkozást, és minden hobbit, és mindent. Minden értékes ember, persze szubjektív volt a válogatás, mert azért én se láttam oda mindenhová, de azért igyekeztem nagyon. És amikor megterveztem ezt az oldalt, akkor épp a Lilla unokámat sétáltattam a babakocsival a ház körül, hogy mi is legyen annak a sorozatnak a címe. Hogy te a délután, vagy hát délutáni kávézás, 5 órai teja, ami már ezerszer elhangzott ugye tévében, rádióban, mindenhol. És akkor valahogy ugye pontosan talán az ifjú párokból, mert hogy azok mindig a szívem csücske voltak, és hát ugye mindig velük foglalkoztam, rájöttem, hogy legyen ez egy kávéházi randevú. És nagyon érdekes, mert a vendégeim is valahogy úgy vették a Kávéházi Randevú vendégeim, hogy ez nem egy ilyen megszabott beszélgetés, ahol az újságíró jön, és föl vannak a kérdések írva, hanem egy ilyen szabad beszélgetés, amiből az újságíró azt vesz ki, ami számára
Nagyon fontos. Nagyon nagy dicséret volt számomra az, hogy a vendégek viszont azt mondták, mikor elolvasták, hogy hát pontosan ezt gondolták ők is a legfontosabbnak az életükbe. És akkor megszületett a kávéházi randevú, aminek van egy nagyon-nagyon aranyos története szintén sok-sok, de ez volt számomra a legkedvesebb, hogy egy férfi kávéházi randevú vendégem, nevezetesen a Velencei István, ugye volt tűzoltóparancsnok, virággal érkezett, és mondtam, hogy hát nagyon köszönöm, de hát mi, hát egy férfi ember randevúra virággal érkezik, úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt, de hát ezekből is tucatjával tudnék mesélni, de hát most a könyv, amire készülök, nem erről szól. Beszélünk mindjárt a könyvről is. Ne szaladjunk azonban ennyire előre, mert nagyon érdekes a te életed, tehát szeretném, hogyha arról is egy picit beszélgetnénk. A nézőknek még annyit el szeretnék mondani, hogy Sasinak köszönjük tehát ezt a címet, hogy kávéházi randevú. Ezt fogjuk folytatni, ennek a ugye írott változata volt a korábbi, most ezt itt a televízión fogjuk folytatni, és lesznek olyan alkalmak, amikor a kávéházi randevú írott változatából hívunk majd meg vendégeket, és Sasival együtt beszélgetünk velük. Köszönjük ezt a címet. Nagyon szívesen, azt hiszem a legjobb kézbe tettem le ezt a címet, és nagyon örülök, ha a régiek közül ugye meg lehet kérdezni, hogy az alatt a 20 év alatt mi történt vele, hogy alakult a sorsa. Sajnos nagyon sokan már nem élnek, de aki fiatalon volt a vendégem, az most éppen olyan 50-60 éves körül van. És érdekes lesz, hogy mi is történt vele. Így van. Ez alatt az idő alatt. Szóval, hogyan lettél te anyakönyvvezető? Hogy történik az, hogy valakiből anyakönyvvezető lesz? Fölkeltél egyik reggel otthon Alsónállán, és azt mondtad, hogy most anyakönyvvezető. Hogy lett ez? Igen. Az az igazság, ezt a könyvembe is leírom, de nagyon szívesen elmesélem. Az Alsónánai Talács, ami nekem a szülőfalom Alsónána, ott dolgoztak a szüleim, mind a ketten pénzügyesek voltak, és amikor édesapám gyógyíthatatlan beteg lett, akkor én a helyébe léptem. Én is pénzügyes lettem, nem igazán az én humán beállítottságomnak való ez a dolog, és akkor Alsónánán nem volt főállású VB-titkár, majdnem azt mondtam, hogy jegyző, de akkor még ugye tanács volt és VB-titkár. Bátaszékről járt ki. Na most ennek az volt a következménye, hogy bejött az ügyfél, János bácsi, Juliska néni, egy anyakönyvi kivonatért mondjuk. És azt kellett mondani, hogy hát majd ha jön a VB titkár Bátaszékről, akkor újra be kellett jönni, újra egy munkanap elveszett, stb. És abban az időben a járási hivatal indított egy anyakönyvvezetői tanfolyamot, méghozzá azoknak a szerzőknek a jóvoltából, akik az anyakönyvi könyvet szerkesztették, tehát a jogszabályokat, és minden ők voltak az előadók, tehát nem akárkiktől tanulhattam. És akkor a Hetzman Magdolna, az anyakönyvi főfelügyelő azt mondta, hogy nincs kedved ehhez. Hát mondom, csak azért, hogy ne kelljen János bácsi Juliska néninek többször bejönni, nagyon szívesen. De ha már, akkor legyen teljes ez a szakvizsga. Meg is született, és hát akkor nem tudtam, hogy még egy év sem telik el, én a Városházán, Szekszárd Városházán fogok egy állást kapni. Az előttem lévő az elment katonának, a Kis Péter kedves kollégám, és akkor így kerültem én oda, amikor ő leszerelt a katonaságtól, akkor ő lakásügyes lett, és akkor én véglegesítve lettem. Hát ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Úgy látszik, hogy az életben vannak ilyen dolgok, hogy akkor, ha ezt nem gondolom, hogy elmegyek erre a tanfolyamra, akkor ki tudja, hogy most hol lennék. De nagyon jó döntés volt, és nagyon-nagyon szerettem a munkámat. A 8. könyved jelenik meg, amelynek címe Egy anyakönyvvezető emlékei. Az előző hétről is beszéljünk egy picit. Ezeknek mi volt a témája, mivel foglalkoztál benne, és egyébként a kávéházi randevú sorozatban hány interjút készítettél? Igen. Az az igazság, hogy már nem sok idő volt vissza az anyakönyvi hivatalban nyugdíjba vonuláson. Én eldöntöttem, hogy én a 40 évvel elmegyek, szeretnék valami, és nem azért, mert nem imádtam a szakmát, hanem szerettem volna valami más csinálni. És akkor indult egy újságíró tanfolyam itt Szekszárdon, ahová hát a Decsi Kis János barátom, az, aki sokat szavalt mellettem az esküvőkön, ösztönzött, hogy menjél el, beszédeket is írsz, miért ne? És akkor rájöttem, hogy a gimnáziumi éveim alatt
nagyon jók voltak a fogalmazásaim mindig, mert hát tényleg az ünnepi beszédet is meg kellett írni mindig. Akkor elmentem, és nagyon-nagyon jól tettem, hogy elmentem, mert később azért tartottam be ezt a 40 évet nagyon szigorúan, hogy ki tudjak teljesedni, mint újságíró. Az újságíró iskolába a házi feladatom már bekerült a népújságba, köszönet annak idején a szerkesztőnek, Boda Feri bácsinak, Ékes Lacinak, mert úgy találták, hogy jók azok az írások, és akkor ez folytatódott ugye a Szekszárdi vasárnappal, aztán a képes újság, stb. És egy idő után úgy voltam, hogy akkor miért ne legyen abból a bizonyos kávéházi randevúból, abból a sorozatból, amit nagyon szerettek a szekszárdiak. Sőt, arról is van tudomásom, hogy akik nem szekszárdiak, de itt dolgoztak, azok megkérték a szekszárdi kollégáikat, hogy tegyék félre a vasárnapot, és adják oda nekik, mert ugye vidékiken nem jutottak hozzá. És akkor eldöntöttem, hogy készítek abból a sorozatból két könyvet. De a férfiakról és a nőkről, de ezt megelőzte egy olyan könyv, amire felkérést kaptam az akkor még működő Áfésztól, Béres Vilmostól, elnöktől, hogy az Áfész 50 évét írjam meg. Hát az egész megyébe jártam akkor, ugye, ahol a Hangya Szövetkezetből az Áfész létrejött. Ez is egy interjú sorozat volt, nagyon-nagyon élveztem, és akkor jött az első könyvem utána, a Szélben című, ahol már ilyen kis történeteket írtam meg, és utána jött a kávéházi randevú. Aztán következett egy novellás kötet, megírtam egy csonka verses kötetet, így mondom, hogy csonka, mert sajnos egy versfűzér lett volna a magánytól a magányig, de aki illusztrálta volna, Lippai Tamás barátom közben meghalt, nagyon beteg volt, és nála voltak a versek. De az ő emlékére, Decsi Kis Jánossal, aki szintén nagy barátja volt a Tamásnak, közösen megjelentettünk az ő emlékére egy ilyen csonka verses kötetet. És aztán hány is volt ez, most már nem is tudom, hol tartunk, és már miért, igen, és akkor jött a Szembesítés című könyvem, szintén novellás kötet, és az utolsó pedig az Áldott gyermekkorom, ami az Alsónánán törtött igazi boldog-boldog gyermekkoromról szólt. És most a következő, igen, egy anyakönyvvezető, igen, emlékei. Szerintem nagyon sokan, akiket te eskedtél, várják ezt a sorozat, vagy ezt a könyvet, hogy elolvashassák. Mi lesz a következő ezután? Mert hogy Sasi, tehát én gondolkoztam azon, amikor jöttem ide az interjúra, hogy mióta is ismerlek téged. És ez meghatározhatatlan. Mert hogy te egy olyan személyiség vagy, akiről azt gondolja az ember, hogy eredendően ismeri. Tehát, hogy tényleg, hogy amióta létezünk, azóta ismerjük egymást. Úgyhogy, tehát mindig ott vagy, mindig jelen vagy, mindig történik valami a kezed által. Mi lesz a következő? Hát mielőtt a következő könyvre rátérnék, hogy lesz vagy nem lesz, elmondanám, hogy ezt az érzést valószínűleg az váltotta ki benned, hogy azért nem csak anyakönyvvezető voltam, és nem csak újságíró. Nagyon-nagyon tevékenyen részt vettem a civil mozgalmakban. 10 évig működtettem egy olyan nőklubot, aztán egyesület lettünk, ahol 12 nő a legkülönbözőbb dolgokat csináltuk. A legnagyobb, amit létrehoztunk, egy 12 millió forintos műszer, amit a kórház tüdőosztályának vettünk, és az az igazság, hogy ebben a 10 évben ez a 12 nő egy emberként állt emelé az ügy mellé, úgyhogy amit el tudsz képzelni, műsoros estet, az Őcsinyi repülőtéren különböző programokat, kiállításokat rendeztünk. Tehát mindent megpróbáltunk, hogy ez a pénz összejöjjön, és össze is jött, és meg is vettük ezt a bizonyos műszert, amire nagy szüksége volt akkor a tüdőosztálynak. Na most ezen kívül pedig a Bárka Művészeti Szalonnak szinte majdnem, hogy a tagja voltam, mert annyi kiállítást nyitottam meg, és szinte nincs is olyan Bárka tag, akinek nem nyitottam meg kiállítást. Hát nyilván most már az újaknak nem, de a régieknek szinte mindenkinek, és nem egyszer, sokszor. Így aztán a Zsíros Aritól a Viszák Laciig mindenki a barátom lett.
Eppel Marika, és nem akarom mindenkit felsorolni, de nagyon sokan vannak, akiket nagyon szeretek, nagyon tisztelek, és nagyon nagy örömmel hirdettem az ő, hogy úgy mondjam, munkáikat, alkotásaikat. Aztán a másik, amit nagyon szerettem még, hogy a kórház szinte összes klubjába mindig vendég voltam. Tehát karácsonykor, húsvétkor, különböző ünnepekkor meghívtak, és akkor amit én a saját életemben megtapasztaltam dolgokat, szinte ilyen interaktív programba ezeket mindig meg, és ez meg is maradt. Mert a mai napig húsvétkor és karácsonykor meghívnak a rákbetegek klubjába, a pszichiátriára, ahol tényleg Tóth István barátommal, gitáros barátommal mindig visszük az ünnep, mindig azt szoktam mondani, hogy visszük az ünnepet és a szeretetet azoknak, akiknek nagy-nagy szükségük van erre. És úgy gondolom, hogy addig, amíg beszélni tudok, meg amíg írni tudok, meg menni tudok, ez meg is fog maradni. Ez a szakmai életed. De beszéljünk egy picit a magánéletedről is, ami meghatározó, azt hiszem, mindenki számára ahhoz, hogy a szakmai életét úgy tudja vinni, ahogy ezt viszi. Tehát, hogy mondjuk a te aktivitásodat valószínűleg nagyban támogatta az a családi háttér, amivel rendelkezel, ami mögötted volt. Azt szoktam mondani, hogy a beszélőkömet az édesapámtól örököltem, az íráskészségemet pedig az édesanyámtól. Ők sajnos nem érhették meg egyikőjük sem, hogy ezt lássák, hogy mi lett ebből az örökségből. Viszont a gyerekeim, és itt inkább a lányomat mondanám, ő nagy-nagy támogatóm a mai napig. Tehát mindig ösztönöz, és nálunk ez egy kölcsönös dolog. Annak idején, amikor ő is egy mozgalmas életet él, azt fogták neki mondani, hogy hát volt kire ütni, igen, mert ő is ezerfélét csinál, azon kívül, hogy ő is a köztisztviselői hivatást választotta. Tehát nálunk ez már negyedizig lenni, mert a nagypapám bíró volt, a szüleim tanácsi dolgozók, mi ketten szintén, és a lányom pedig hát most ugye szintén köztisztviselő már hosszú évek óta. Ugyanakkor nagyon-nagyon hozzátartozik a sport, és minden, ami az emberekkel kapcsolatos. Tehát én ezt az örökséget tudtam átadni, nem tudtam neki palotát venni, semmit, de ezt az örökséget, hogy a legfontosabb az emberi kapcsolatok. Mert ha az jó működik, az emberi kapcsolat, akkor mindened jól működik, még akkor is, ha esetleg a magánéletedben nem működnek a dolgok. Volt egy szovjet film, még szovjet film, aminek az volt a címe, hogy az anyakönyvvezető nem válik. Hát én váltam, igen, de már akkor váltam el, amikor mind a két gyerekem felnőtt volt, saját családjuk volt, de volt egy ilyen meggyőződésem, hogy addig, amíg gyerek van otthon, de ezt nem lehet így kijelenteni, mert ez attól függ, hogy milyen egy házasság, amit ugye nagyon sokan megkérdeznek tőlem, hogy én biztos tudok rá adni valami jó tanácsot. Mindig azt szoktam mondani, hogy a szerencse, az csak a szerencse. Mert amikor a szerelem van, akkor az van, de az elmúlik egy idő után. Tehát azt kell tudni, hogy ha két ember a saját változásait, a másik változásait és a körülményeknek a változását meg tudja úgy élni, hogy megmaradnak egymásnak, akkor az már egy jó házasság. Tehát legyünk őszinték, nagyot változott a világ. Borzasztó, ami körülvesz bennünket, jó is, rossz is. Na most ezt együtt kell átélni. Arról nem beszélve, hogy az ember nem egy embert kap a házassággal, hanem kap egy családot, kap egy baráti kört, egy munkatársi kört, egy kultúrát, egy szokásrendet, egy hagyományrendet. Így van. Tehát eznek összecsiszolásához az kell, hogy megtudjuk. Na most, aki szerencsés, annak ez a csiszolódás jól megy. Aki nem, az jobb, ha változtat rajta, mert hát egy ilyen örök igazság, hogy mindannyian egyszer élünk csak, és az az élet az legyen tartalmas, legyen szép, és legyen olyan, hogy mind a két félnek adjon valamit, ne csak az egyiknek. Egyszer a házasság hete kapcsán hallottam egy gondolatot, ahol egy 40 éve házas pár beszélt arról, hogy miért tart 40 éve az ő házasságuk, és akkor mondták, hogy azért, mert az árkokat nem mélyíteni, hanem betemetni kell. Igen, tehát ez egy nagyon, nagy igazság. Nagyon, nagyon jó gondolat. Anyakönyvvezetőként egyébként, amikor az oltárnál, vagy ott álltak előtted a párok, akkor
Mit láttál? Milyenek voltak ezek a pillanatok? Láttam nagy-nagy szerelmeket, és látod, most igazolódik be majd, amit ezután mondok, az, amit az előzőleg mondtam. Láttam nagy-nagy szerelmet. Aztán 2 év múlva elváltak. Láttam olyat, hogy kétségek, félelem ül az arcokon, és most is együtt vannak. Tehát nem lehet igazából lemérni. Mondjuk olyan, amikor a menyasszony a jóképű fotóssal szemez, a vőlegény megnézi a pókhálót a sarokba, annak a házasságnak azért nem sok jót jósoltam. Prognosztizálhatóan. Igen, és be is jött ez. De nem, az idő mondja meg, hogy jó-e a házasság, vagy nem, az idő, csak az idő. Abban az időszakban, amikor te aktívan újságíróként is tevékenykedtél, lehet mondani, talán azt gondolom, hogy ez a print, a nyomtatott sajtónak volt a fénykora. Manapság már ugye egyre kevesebb a nyomtatott sajtótermék, az újságírás az online platformokra helyeződik át. Mégis abban az időszakban is azért nehéz lehetett támogatói kört találni ahhoz, hogy ezeket a könyveket meg tud jelentetni egy ilyen kisvárosban. Igen. Hogyan ment ez? És az új könyvet kapcsán hogyan alakul ez az egész? Igen, hát nehéz lehetett, de azért szerencsés voltam, mint újságíró, mert nagyon-nagyon sokan még az anyakönyvi hivatalból ismertek. Tehát ha valakihez elmentem támogatást kérni a könyv megjelenéshez, na most csak a nézők kedvére elmondom, hogy nehogy azt higgyék, hogy ilyenkor a támogató az azt jelenti, hogy az egész könyv előállítását támogatták, nem. Az csak egy része, az ember a saját pénzét, a saját megspórolt pénzét is beleteszi. Arról nem beszélve, hogy egy nem csak a nyomdai költség, ugye van szerkesztés, olvasószerkesztő, tördelőszerkesztő, tehát azokat is ki kell fizetni. Régen is támogattak, és most is azok, akik régen rendszeresen támogattak, azok most is. Aztán most a Jákó Kft., aki nagyon érdekes, hogy az embernek az emberi kapcsolatok, azok számítanak ilyenkor a legjobban. Köszönöm szépen nekik is. És hát az az igazság, hogy a borászok, nagyon köszönöm nekik. Tehát a borászok azért nagyon sok mindent támogatnak. És hát azok a borászok, akiket megkerestem, Eszter Bauer, Mészáros, Fritz és Takler, ők is annyit, amennyit. Tehát mindegy tulajdonképpen, az a lényeg, hogy igen. És a végére hagytam azt a két embert, aki nagyon kötődik az esküvőkhöz. Hát kitalálod-e, hogy kik? Mi az, amit az ujjunkra húzunk? A karika gyűrű, az ékszer, igen, Barsi Péter minden könyvemet támogatta. És a másik, amit a kezükbe tartanak a menyasszonyok, a virág, igen, a hugi virág volt ugye az Arany János utcában. És nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, igen, hálás vagyok nekik, hogy támogatnak, és nagyon remélem, hogy majd megköszönhetem ezt a könyvbemutatón is, ami előreláthatólag a Művészetek Házában, mint minden könyvbemutatóm ott volt eddig, a Művészetek Házában köszönet a Babicsnak, az Agórának és a Művészetek Háza valamennyi dolgozójának, és az én barátaimnak, akik minden könyvbemutatón ott vannak, énekelnek, szavalnak, idéznek a könyvemből, és a legnagyobb köszönet Ganszler Báji, aki a könyvemet szerkeszti, mert talán nélküle nem is fogtam volna bele, de ő annyira ismeri a gondolataimat, mi együtt jártunk annak idején az újságíróiskolába, annyira ismeri a gondolatmenetemet, hogy nyugodtan rám elem bízni a gondolataimat. Hát én kíváncsian várom az új könyvedet. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál. Köszönjük a címet. És akkor a nézőknek pedig mondom, hogy Sasival még találkozunk. Lesznek tehát olyan beszélgetések, amikor majd az ő korábbi interjúalanyával, beszélgető partnerével beszélgetünk hárman. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm, Sasi, hogy eljött. Én is nagyon szépen köszönöm, furcsa volt a másik oldalon ülni, de köszönök neked mindent, és nagyon-nagyon nagy sikert kívánok. Legyen olyan sikeres ez a kávéházi rendezvú a televízióban, mint amilyen az enyém volt a Szekszárdi Vasárnapban. Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük a figyelmet.